Villámcsárdást hallották Lengai Csócsi József előadásában és a zenekar előadásában. Sok szeretettel köszöntöm Önöket Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT által szervezett újévi koncerten. Köszöntöm Mihl József polgármester urat, Méri Szabolcsot, testvérvárosunk Szőgyén polgármesterét, Higó Balázs alpolgármester urat, a képviselőtestület megjelent tagjait, Buffo Rigó Sándor fiát, Rigó Dávidot, a Vaszaras János általános iskola igazgatónőjét, Varga Edit igazgatóasszonyt, valamint a Magyar Örökség díjas 100 tagú cigány zenekar szólistáját. Felkérem Mihl József polgármester urat, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, kedves polgármester úr! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit 2020. január 1-én, az új év első napján. 20 esztendővel ezelőtt, ezen a napon, az idősebb fiammal a hóban ott toporogtunk az országház előtt, és nagy-nagy izgalommal vártuk azt a csodát, amely végre sok-sok magyar szívét megmelengedve megtörténhetett. 20 esztendővel ezelőtt, január 1-én kiszabadítva a Nemzeti Múzeumi rabságából a magyar szentkoronát Orbán Viktor miniszterelnök úr kezdeményezésére az országház geometriai középpontjában helyezték el. 20 esztendővel ezelőtt sok mindent reméltünk, sok mindent vártunk ettől a cselekedettől is. Sok minden úgy is lett, és sok mindenre még tovább kell várni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a Szent Korona 580 esztendővel ezelőtt itt Tatán is járt. Átutazóban egy éjszakára itt aludt. Sok-sok olyan évfordulója van városunknak, amire örömmel és nagy-nagy megtiszteltetéssel igyekszünk emlékezni. Ilyen volt pont itt a Baszari csarnokában történt emlékműsorunk is 10 évvel ezelőtt, amikor az 1510-es országgyűlésre emlékeztünk, amely most ilyen aranyosan jön ki a dátum, hogy az 1510-es Magyarországgyűlésnek az 510 éves évfordulóját ülhetjük meg ebben az esztendőben. De van egy minden ezeknél is talán fontosabb, vagy még inkább szívbe markoló, még inkább a nemzetünket összerántó és egységbe kovácsoló emlékezet, amely erre az esztendőre vár, ez pedig az átkozott Trianonnak a 100 éves évfordulója. 1920-ra fogunk ebben az esztendőben emlékezni, és ebben a 100 éves évfordulóban mi is szeretnénk sokkal jobban megerősíteni a határon túli testvértelepüléseinkkel való kapcsolatunkat, az ottani barátainkkal való együttélésünknek sok-sok jelét adva majd a nyáron az ünnepség és a megemlékezés sorozatunkban. A nemzeti összetartozás esztendeje lesz 2020, nagyon okosan nem Trianonra emlékezünk, azt zárójelbe tettük, hanem a nemzeti összetartozásban akarunk élni. 100 esztendő sem volt elég, hogy az átkozott Trianon olyan sebet ejtsen a magyar nép, a magyar nemzet testén, amely
megfogyva, bár de törve nem, él nemzet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ilyenkor az új esztendő kezdetén az emlékezés mellett, a visszaemlékezés mellett mindegyikünk a személyes életében is újabb és újabb célokat tűz ki, újabb és újabb terveket fogalmaz meg, és mindannyian úgy gondoljuk, hogy talán ez az évkezdet, ez a január 1-e, ez igazán alkalmas arra, hogy amit nem szeretünk, azt elhagyjuk, és amit nem tudtunk eddig megvalósítani, ezt magunk elé tegyük újra, és nemes célként összefogva a velünk együtt gondolkodókkal, megerősítve a barátainkkal, és minden energiánkat belevetve, és a Jóistenhez fohászkodva azt mondjuk, hogy na most aztán biztosan megtesszük. Új ötesztendő áll Tataváros önkormányzata előtt is, hiszen a tavalyi évi választásokat követően most 5 évig újra együtt dolgozhatunk. Ennek a munkának a kezdetére hívok minden tatait nagy-nagy szeretettel, hiszen mi is tervezünk, az új esztendőt mi is tervekkel, a célok újrafogalmazásával szeretnénk kezdeni. Ebben a munkában január, február, márciusban nagy-nagy szeretettel hívok és várok mindenkit a magyari tervünknek a megújítására, a magyari tervünk javítására, újrafogalmazására, kibővítésére, megerősítésére van szükségünk. A Jóisten adja, hogy legyen ehhez erőnk, de ne csak erőnk, hanem bátorságunk is. Ne csak ahhoz, hogy a jót tegyük, hanem hogy a rosszat leküzdjük. Ne csak ahhoz, hogy a magunk okosságát, tudását, a magunk erejét felhasználva küzdjünk, hanem legyünk abban is bátrak, hogy a mennyei Atya segítségét rendre hívjuk el újra és újra ide Tatára is. A Jóisten adjon sok-sok erőt és örömet minden tatai családnak, minden szőgyéni családnak, minden szobátai, minden magyar kanizsai családnak. A Jóisten erősítse meg mindazokat, akik a mi kistérségünkben élnek, tudjunk nekik segíteni, erőt adni, az életüket javítani. Ebben segítsen bennünket a mindenható, áldott, gyönyörű, szép, új eszendő Tata.
Thank you.
Brahms 6. magyar táncáltal ültet Danyi Zoltán előadásában, valamint Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából a Valódás hangzott el, melyet Sárközi József adott elő, aki a zenekar legfiatalabb primása. Thank you.
Thank you.